Csodálatos téli napvirrad egy skandináv erdőben. Kiváló alkalom a piknikre, egy igazi svéd piknikre. Íme a világ legszédületesebb rali futama. Fagypont alatti hőmérséklet, havas, keskeny erdei utak és jeges szakaszok. Mindezek ellenére ez a Rally VB egyik leggyorsabb futama. Itt mindenből a legjobbat és a legrosszabbat kapják a csapatok. Számukra ez a verseny egyszerre mennyország és pokol. Az egyik nagy csapat kudarccal kezdte a szezont, de most itt az alkalom a bizonyításra. A ralik világa, színfalak mögött. Svédország. Az angliai Oxfordshire-ben a Subaru csapatának tagjai éppen az autókat javítják. A szezon első futamán Monte Carlóban egy olyan 600 ezer eurós rali autót mutattak be, amivel idén is elhódíthatják a világbajnoki címet. Ám az első számú pilótájuk, Peter Solberg műszaki hiba miatt már az első nap végén kénytelen volt feladni a versenyt. Nagy csalódás ez. Régóta vártam erre a futamra. Sok pontot akartunk szerezni, hogy megfelelő pozícióban várjuk a svéd rallit. A Subarunak egy hete van arra, hogy a svéd futam előtt kijavítsa a kocsi összes hibáját. A csapatfőnök David Lefworth arról híres, hogy mindennek a jó oldalát nézi. A szezon valóban katasztrofálisan kezdődött, de ez nem szegheti a kedvünket. De úgyis csak az évvégi összesítés számít. Hogy melyik futamon szereztünk pontot, az senkit nem érdekel. David még 15 futamon bizonyíthatja csapata képességeit. Előbb viszont meg kell javítania a kocsit. Hogy miként lehet egy komoly tervezési hibát orvosolni egy rally autón egyetlen hét alatt? Először is nem árt, ha az ember háta mögött Anglia legnagyobb és legsikeresebb motorsport vállalata áll. A ProDrive 17 éve dolgozik a Subaru Rally VB csapatával. A céget David Lefworth vezeti, az ő emberei sokkal hamarabb tudják megtervezni és legyártani a szükséges alkatrészeket, mint egy átlagos autógyár. Ez olyan, mintha egy különleges alakulatot akarnánk összehasonlítani egy átlagos hadsereggel. Nekünk más iramban kell dolgozni, mert az év során komoly versenyeken veszünk részt. Ha nálunk is 3 éves fejlesztési ciklusok lennének, akkor odaát a Fordnál vagy a Citroennél hamarabb hoznák ki az új modelleket, mi pedig lemaradnánk. David gárdája már hozzászokott a villámgyors javításokhoz és módosításokhoz. A csapat még vissza sem tért Monte Carlóból, amikor az új alkatrész már készen állt a szemlére. A futamon volt egy kis gondunk ezzel a hűtővel. Egy hajszálvékony repedést találtunk itt az oldalsó tartály szélén, és az olaj elkezdett szivárogni. Készítettünk egy új elemet, mert ki kell cserélni. Egy tömbből marták ki. Sokkal erősebb, strapabíróbb anyag, és belül is kimerevítették. Valószínűleg nem fog megrepedni, mint a másik. Probléma letudva. Bár David a tanulja, hogy a motorsportban ritka az ilyen egyszerű megoldás. A csapatfőnököt értekezletre hívják. A tervezők vezetője Ed Wood rossz hírrel szolgál. Úgy tűnik, egy másik alkatrészt kellett volna kijavítani. Ed szerint a hibát az a szivattyú okozta, ami az olajat keringeti a rendszerben. Azt hittük, megtaláltuk a hibát. Az olajhűtő túl gyenge volt, ezért készítettünk egy erősebbet. Csak most derült ki, hogy ezzel csak egy tünetet sikerült kezelni. Nagy feladat előtt állnak. Egy napjuk van az új szelep megtervezésére, bevizsgálására, legyártására és beszerelésére. Peter autója több mint 600 ezer eurót ér. A sors iróniája, hogy egy 1 eurós szelep miatt kellett feladnia a versenyt. Csodák csodája, 12 óra múlva készen vannak az új szelepek, és már be is szerelték őket. A
David optimizmusa jogosnak tűnik. Speciális alakulata gőzerővel dolgozik tovább. Nem sokára következik az idén svéd futama, ahol illendő lenne megismételni a tavalyi győzelmet. A svéd rallit az ország déli részén rendezik a havas erdőkben, Hegfors városa közelében. A háromnapos futam 19 gyorsasági szakaszán összesen 349 kilométert kell megtenni. A hóval és jéggel borított keskeny utakon sok a hosszú egyenes. Az autók szédületes sebességgel robognak egy olyan felületen, amin a legjobb gumi is alig tapad. A gyorsasági szakaszok és a Hegforsi bázis között úgynevezett etapokat is teljesíteni kell. De mielőtt a pilóták és navigátorok elkezdhetnének ugratni, nem árt feltérképezni a terepet. Ezen a fagyos januári reggelen a világ legjobb rali versenyzői találkoznak. A futam helyszíne csupán 300 kilométerre van Oszlótól, így Peter Solberg számára a pálya szinte hazai. Néhány rajongója már várja is. Ám a feltérképezés nem a pilóták napja, hanem azoké a navigátoroké, akik a futam során gyakran háttérbe szorulnak. A következő két napban végzett munkájuktól függ, hogy a csapatuk mennyire lesz sikeres a rallin. Peter navigátora a Velsi Phil Mills. Phil óvatos, precíz és történjék bármi, ő megőrzi a hideg vérét. Az ellentétek úgy látszik tényleg vonzzák egymást. Tavaly például 220 napot töltöttünk együtt. Az autóban Phil Mills a feleségem. Szex persze nincs. Ebből 210 napot a kocsiban voltunk. Karnyújtásnyira egymástól. Itt sok minden történik, fárasztó munka. Ha nem jönnénk ki egymással, nem tudnánk versenyezni. Vannak, akik már nem is tudnak egy autóban ülni. A navigátornak szinte bármit el kell tudni viselni. A pilóta néha ideges, és ilyenkor nem számít, hogy igaza van-e vagy sem. El kell őt viselni. Összpontosítson csak az autóvezetésre. Nem szabad elvonni a figyelmét egy vitával. Az sem árt, ha a két versenyző kedveli egymást. Hasonló a humorunk. Az életben is hasonló hobbikat űzünk. Imádjuk a régi autókat. Ezektől az apróságoktól működik a csapat. Így lehetünk hosszú távon is sikeresek. A feltérképezés során kétszer lehet lassan végighaladni az útvonalon. Az első bejáráskor Phil feljegyzi az út minden apró részletét, a kanyarokat, a bukkanókat, mindent, ami fontos lehet. A második bejáráskor pedig egyezteti Peterrel a félkész itinert. A futam során Peter olyan gyorsan fog vezetni, hogy nem lesz ideje az utat figyelni. Vakon meg kell bízni a Phil itinerében. Este Peter nyugovóra térhet, de Phil számára még csak most következik az igazi munka. Ezek a tavalyi jegyzeteim. Egyszerű a rendszerünk. A kanyarokat megszámozzuk. Egyes a leglassabb, hatos a leggyorsabb. A számok néha azt is megadják, hányas fokozatban kell menni. Ez egy jobb 5 pluszos. Tehát ötösben vehetjük be a kanyart, és gyorsítani lehet. 50 méterrel később, vagy bal hatos pluszos emelkedővel. Ez a leggyorsabb kanyar. Hatosban mehetünk padlógázzal fel az emelkedőn. Phil minden kilométerhez egyoldalnyi hieroglifát készít, tehát még 300 van hátra. A sportnak ezt az oldalát senki se látja. Hogy őszinte legyek, a navigátor számára maga a futam a könnyebbik része a munkának. Reggel 6:30 a szerelőállásokban már javában folyik a munka. Lepforsz tábornagy éppen szemlét tart. Tábornoka Paul Hovars már összehívta a katonákat. A stratégiával mindenki tisztában van. Ez Peter futama, meg kell nyernie. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy tartjuk a frontot. Egy jó csapatban mindenki teszi a maga dolgát. Van-e kérdésetek? A shakedown egyfajta főpróba és edzés a holnapi futam előtt. Ma mindenkinek megadatik, hogy felvegye a ritmust. A versenyzők belekóstolhatnak a pályába. A mérnökök ellenőrizhetik az autó beállításait. A szerelők hada pedig azt gyakorolhatja, amiben a legjobb, a villámgyors autójavítást. Minden autón 8 szerelő dolgozik.
Peter 5-ös számmal ellátott autóján John McClane csapata ügyködik. A 6-os autót az ifjú ausztrál Chris Atkinson vezeti. A szerelőit pedig Simon Baker. Mindkét csapatkapitány eseménytelen futamban reménykedik. Fagyos, dermet ujjakkal nem nagy élvezet újjáépíteni egy autót. A Monte Carlo-i futam óta 11 nap telt el. David most bizonyíthatja, hogy az új 600 000 eurós modellben benne van a futam győzelem. Peter szintén győzni jött ide, akár csak vetélytársai. Grönholm és Loeb. 24 ország 118 versenyzője gyűlt itt össze. Mindegyikük ugyanazt a nyelvet beszéli, a rallyét. Sata, oikein eri pyöree, suppu, seitsemän. 14, keep left of a long crest, and line into neat, 6 right minus half long tangent, 5. Ja oikee täys. Sukkossa, comfortable, keep middle of a jump, 26 right, extra long, tangent made open to the crest, 120. Mun mielestä tuntuu paremmalta tää jäi. A szerelőállásban David már nagyon kíváncsi az első számú pilóta véleményére. A mosoly mindent elárul. Ennyi elég lesz? Ez az autó egy álom. Esküszöm nektek. A Subaru szezonja ezzel egy csapásra egyenesbe jött. De a shakedownnak 3 óra múlva vége, és a mérnökök nem elégszenek meg ennyivel. Jól haladunk a cél felé. Még egy kicsit javítunk pár dolgon, és kész van a kocsi. A sebesség megvan. A mérnökök célja most már csak az, hogy a két pilóta teljesen megbízzon a gépében. A hosszú kanyarokban nagyon fontos a kocsiba fektetett bizalom. A svéd rally csak az nyerheti meg, aki mer gyorsan menni. A pilóták egyre jobb időket futnak. Úgy látszik, mindketten kezdenek bízni az új modellben. Mindkét pilóta mosolyogva tért vissza. Azt mondják, hogy remek az autó. Most már csak összpontosítani kell, és a lelkesedésükből győzelmet fogunk faragni. Peter majd kiugrik a bőréből, imádja a kocsiját és a munkáját. A rajongók pedig őt imádják. A svéd futam ezennel hivatalosan is kezdetét veszi. A több ezer svéd rajongó lelkesen fogadja a hazai kedvenceket. Ha minden jól megy, vasárnap este Peter és Phil még visszatér ide, és átvesznek néhány nemes fémből készült tárgyat. Persze, ehhez nagyon sok mindennek kell jól mennie. Péntek reggel, napfelkelte előtt a csapat már alig várja a futamot. Ma teljesítik a futam első 6 gyorsasági szakaszát. A szerelőknek 10 perc alatt kell felkészíteni az autókat, és meg kell hozni a rendszerint utolsó pillanatra hagyott döntést, hogy milyen gumit választanak. Itt Svédországban acélszegekkel kivert keskeny téli gumikat használnak. Ilyen útfelület esetén csak az a kérdés, hogy milyen hosszú legyen a szög. 7 vagy 8 milliméteres. A szögek elvileg átütik a hóréteget, és megkapaszkodnak az alatta lévő jégben. A 8 mm-es szögeket általában akkor választják, ha az út kicsit havas is. A 7 mm-es a tiszta jégfelületre való. Az időjárás jelentés szerint a délelőtti szakaszon mindkét felülettel találkozhatnak a versenyzők. A felület vegyes, úgyhogy ennyi erővel feldobhatnánk egy pénzdarabot is. Ilyenkor a pilóták döntik el, milyen gumi kényelmesebb nekik. Mindketten a hosszú szögeset választották, nyilván nem akarnak kockáztatni.
Az első 15 pilóta ugyanabban a sorrendben rajtol el, ahogy Monte Carlóban a célba érkezett. Peter nem tudta befejezni azt a futamot, ezért ma reggel fél órával tovább alhatott, mint a legtöbb vetélytársa. A délelőtti szakaszok 66 kilométerre észak felé találhatóak. Az útvonalon hatalmasakat lehet ugratni. Az autók 2 percenként indulnak. Elsőként a Monte Carlói győztes Marcus Grönholm áll rajthoz. A második a világbajnok Sebastian Loeb. A csapatok főhadiszállásán a GPS rendszer segítségével minden autót nyomon követhetnek. Peter és Phil most egy kis előnyt élvez, mert a csapattól folyamatosan megtudhatja az előtte indult riválisok időeredményét. Sok szerencsét, Peter! 5, 4, 3, 2, 1. A tökéletes autóval és egy jó adag önbizalommal Peter elképesztő iramot diktál, aminek az eredménye már is érezhető. A nagy ugratókhoz közeledvén még Grönholmmal is lépést tart. Éles, 100 és emelkedő. Mi a franc volt ez? Mi történt? Központ, lelassultunk. Eltört egy féltengely. Oké, Phil. Tervezők, eltört az egyik féltengelyük. 6 kilométerrel a rajt után David újabb rémálommal szembesül. A törött féltengely még nem jelenti a verseny végét, de a hiba komoly. Az Impreza összkerék meghajtású, így a motor erejét 4 féltengely továbbítja a 4 kerékhez. Ha egy féltengely eltörik, a kocsi csak 2 kerék meghajtású lesz, így bizonytalanabbul és lassabban halad. Peter megpróbál a lehető legkisebb időveszteséggel célba érni. Nem tudom elhinni. Egyszerűen nem lehet igaz. Ugye úgy hihetetlen? De azért 1 perc alatt tartottuk. David még nem láthatja a kocsit, de gyorsan meg kell tudnia, hogy mi történt és mi áll a hiba hátterében. Hol tört el? Elől vagy hátul? Fiúk, hogy történt? Éreztetek előtte valamit? Kanyarból kifelé. Földetéléskor? Oké. Mielőtt visszamehetnének a szerelőállásba, Peteréknek még egy szakaszt kell teljesíteniük. Mire visszaérnek, több mint 2 perces hátránnyal számolhatunk, ami... A csapat felkészül a javításra, amire 30 perc áll majd rendelkezésére. A féltengelyt nem elég kicserélni, azt is ki kell deríteni, miért tört el. A Subaru tervezési igazgatója Steve Farrell már alig várja, hogy szemügyre vegye a bűnös alkatrészt. Ez egy féltengely. Az összkerékhajtású kocsikban 4 darab van belőle. Minden kerékre jut 1. A motor átadja az erőt a váltónak, és onnan a féltengelyek továbbítják a kerekekhez. 2 új féltengelyt kérnék hátulra, igen. Itt ez a csukló, amiben 6 golyó van, ezek viszik át az erőt. Olyan féltengellyel jöttek vissza, ami nem volt csukló, mintha szétrobbant volna. Mivel a tárgyi bizonyítékok szétszóródtak az erdőben, Steve nem nagyon tudja megtalálni a hiba okát. A csukló természetesen nem robban szét magától. Teljesen szétszedtük, hát ha találunk valami hibát, de egyelőre rejtély, mi lehet a baja. Valamit viszont mindenképpen változtatni kell. Nem küldhetjük vissza a kocsit úgy, hogy kicseréltük a féltengelyt, de nem előztük meg a következő törést. Steve szerint lehet, hogy a féltengely hossza nem megfelelő. Már el is rendelte a futómű módosítását, hogy kicsivel több hely maradjon a tengelynek.
Peter autóját nem sokára útnak kell indítani. A csapat még mindig nem fejezte be a javításokat. A feszültség egyre érezhetőbb. Gyertek már ide! 5 percünk van, és tudnom kell, mit akartok, úgyhogy gyertek ide! Most azonnal! A fél óra letelt, így Peter visszaszáll a kocsiba. A következő 2 gyorsasági az első 2 ismétlése. Tehát Peterék ugyanazokkal az ugratókkal fognak találkozni, amik tönkretették a féltengelyt. Steve Farrell feszülten várja a fejleményeket. Peter Solberg több mint 3 percet vesztett a törött féltengely miatt, de most elkezdheti behozni a lemaradást. Ritka, hogy egy rali világbajnok autója lefullad a rajtnál. Peterék újabb 7 másodpercet vesztenek. De a Frederiksbergi ugratók ezúttal nem fognak ki rajtuk. A féltengelyek bírják a gyűrődést, és Peterék szinte szárnyalnak. De a riválisoknak hibázniuk kell, hogy behozzák őket. A fordos Marcus Grönholm meg is teszi ezt a szívességet. Gyermetek hibát követel, utána viszont profi módon korrigál, ezért csak néhány másodpercet veszít. A Subaru pilótája Chris Atkinson sikeres délelőttöt könyvelhet el magának. 5. helyen áll és élvezi, hogy a Subaru reménységeként reflektorfénybe került, de nem sokáig. Ugyanott hibázik, ahol Grönholm. Ezúttal a fatörzs kerül ki győztesen. Tacsra tette a kormányművet, sok időt veszít. Kilométerenként 5 másodpercet, ráadásul a következő gyorsaságit szervó nélkül kell teljesítenie. Sok kanyar lesz, úgyhogy nem sok jót remélünk. Sajnos egyre hátré fog kerülni a mezőnyben. Most már az egyszerű kanyarok is gondot jelentenek, egy-egy hajtűt pedig szinte lehetetlen bevenni. Chris 3 percet veszít, és a 27. helyre esik vissza. Az 5. helyet akartuk neki kiharcolni, és úgy tűnt, ezzel nem is lesz gond. Chris jól ment, mint Monte Carlo-ban. Nagy csalódás. David még fel sem ocsúdott a délelőtti 2-es katasztrófából. A csapat hangulata egyre csak romlik, az élboly időeredményei pedig még tovább rontják. A Subaru a svéd rallit is rosszul kezdte, és a szerelők most egy újabb villámgyors javításra készülnek. Valószínűleg kicseréljük a kormánymű keresztartóját. Az első féltengelyeket, a fogaslécet, a szervót, a szűrőt. Egy átlagembernek erre a munkára 4 napot mondanának a szervízben. Itt pontosan 30 perc lesz rá. De a Subaru csapata már hozzászokott ehhez. David közben egy még súlyosabb problémára lesz figyelmes. Néhány kilométerrel arrébb a másik kocsi javításra szorul. Peter és Phil teljesítette a gyorsaságit, de még nem jutott vissza a szerelőállásba. Peter szerint a váltó olajnyomása veszélyes szintre csökkent. David gyors döntést hozott, és a váltó megkímélése érdekében biztonsági üzemmódba rakatta. Ám így kikapcsolt az automata váltó. Peternek egy csavarhúzóval kell megtalálnia a fokozatot. Az óra közben ketyeg. Ha későn érnek vissza a szerelőállásba, le fognak vonni az amúgy is rossz időeredményükből. Végül 13 percet késnek, amiért egy 2 perc 10 másodperces büntetést kapnak. Davidnek egyre nehezebb derülátónak maradni. Azért örülök, hogy sikerült valahogy megjavítaniuk és visszajutniuk. Majdnem fel kellett adniuk a versenyt. Az igazság az, hogy mindkét Subaru a kiesés szélén áll. Az élbolyban Grönholm és Loeb betegszik az első helyért. Bár a Subaru pilótái nem hibáztak nagyot, a csapatnak egyelőre esélye sincs az élbolyba kerülni. A meglepetésekkel teli első nap után mindkét autó körülbelül 5 perces hátránnyal folytatja a versenyt. Nem így terveztük az első napot. Tegnap a shakedown után úgy tűnt, hogy ott leszünk az élbolyban. Mindenki keményen dolgozik és jó munkát végez, de valamiért nem akar összejönni a dolog.
Szinte minden gyorsaságin valami bal szerencse ér minket. Egymás után jönnek a rossz hírek. David kénytelen szembenézni a tényekkel. Ő nem hivatkozhat a bal szerencsére. Az embertől néha elpártol a szerencse, de bármi is legyen, ott a futamon a maximumot kell nyújtani, és bizonyítani kell. Kiderítjük, hogy mi áll a hibák hátterében. Lehet tervezési hiba, minőségi hiba, emberi hiba, vagy bármi más. Minden út Rómába vezet, azaz a kocsi alaptervéhez. A futamból még másfél nap van hátra. Davidnek össze kell tartania a csapatát. Most az a fontos, hogy a lehető legtöbbet hozza ki ebből a svéd rémálomból. Mínusz 12. Néhol mínusz 13. Hajnalban a hideg ellenére már javában dolgoznak a szubarusok. Richard Card az időjárást figyeli, ezért némileg másképpen éli meg a futamokat, mint a csapat többi tagja. A talaj és a levegő hőmérséklete mindig különbözik. Ha feljön a nap, a levegő érdekes módon még hidegebb lesz. Valószínűleg mínusz 20 fokot fogunk mérni. Éjszaka a hőmérséklet több mint 10 fokot esett. Jó reggelt, Ken! Jó reggelt, Rich! Hát nagyon hideg van, mínusz 17 fok. Mínusz 17, igen. Az ég tiszta, egy felhőt se látok, szélcsend van. Bejártam a szakaszt, és szinte mindenhol csak jeget találtam. Kőkemény jégtakaró borít mindent. 15 perc múlva visszahívlak. Fél óra múlva készítek egy képet, hogy a szerelőállásban is lássák, hogy néz ki a gyorsasági szakasz. A didergő szerelők David és a mérnökök parancsára várnak. Ilyen esetben csak annyit tehetünk, hogy kihozzuk a maximumot a futam maradék részéből. Megpróbáljuk megjavítani a kocsikat és motiválni a pilótákat, hát ha látunk néhány szép időeredményt. A gyorsasági szakaszon Petert nem kell félteni. A pilóta kipihente magát, és újult erővel vág neki a következő versenynapnak. Reggel 8-kor Peternek már egész rajongó tábora van kint a futamon. Card már 3 órája fagyoskodik, de a munkája mindjárt sokkal izgalmasabb lesz. Igen, megpróbálok küldeni nektek egy képet, vétel. Ezt a szakaszt ma kétszer kell teljesíteni, ezért a mérnökök friss fotókat kértek, hogy pontosan lássák az útviszonyokat. Card most már nem fog unatkozni. A jeges felület kezd kikopni a szöges gumiktól, néhol már a földet is látni. Baromi hideg van, mi? Igen. A sorozatban az lesz a világbajnok, akinek az idény végén a legtöbb pontja van. A futamgyőzelemért 10 pont jár, a 8. helyért pedig már csak 1. A szezonban 16 rallit rendeznek, és összetettben minden egyes pont aranyat érhet. Ezért Peter megpróbál visszakerülni a 8 közé. Úgy tűnik, esélye is van rá. Ezen a gyorsaságén a 3. legjobb időt futotta. Ideje felvenni a ritmust. Nem volt rossz. Tényleg nem volt rossz. Működik a fűtés? Kicsit fáznak. Odakint mínusz 18 fok van. Talán adhatnánk nekik sísapkát, meg sálat. Két gyorsasági után egyik Subarunál sem tapasztalnak műszaki hibát. De Peternek gyorsabban kell mennie, ha be akarja érni az élbolyt. David azt tervezi, hogy kicserélteti a kocsi váltóját. Elég jó időt futott. Egyre gyorsabb. Kiváló alkalom arra, hogy kicseréljük a váltót. A szabályok szerint minden autóhoz csak 2 váltót lehet hozni a futamra, ezért a csereváltó bizonyára ugyanaz a darab, amelyik tegnap elromlott. David már is magyarázatot ad. Ezt fogjuk visszaszerelni.
Csak egy kis baja volt a szelepekkel. Így utólag már egyértelmű, hogy tegnap eltúloztuk a dolgot. Rosszul olvastuk le a beérkező adatokat, nagyon megijedtünk, és biztonsági üzemmódba állítottuk a váltót, amire nem lett volna szükség. Peter nyugodtan kikapcsolhatta volna a biztonsági üzemmódot. A váltónak semmi baja nem lett volna az összekötő szakaszon, és időlevonás nélkül visszaérnek. Az eredeti váltó beállításai valamivel optimálisabbak a mai útviszonyokhoz. Ám David bizonyára nem ismeri az alapigazságot, hogyha valami jól működik, azt nem kell megjavítani. Remélhetőleg azért még egyeztett Peterrel. A kocsi iszonyatosan erős. Pontosan ilyennek kell lennie. Szóltatok neki a váltó cseréről, ugye? Csak mert elég kockázatos. A váltónak darabja 100 ezer euró, így ez az autó legdrágább alkatrésze. 10 millisekundum alatt vált fokozatot, tehát 50-szer gyorsabban, mint egy átlagos kocsié. Ez persze sokat számít, mert a pilóta naponta legalább 1000-szer vált a futamon. A szerkezetben találjuk az első és a középső differenciálművet is, amit ebben a váltóban a mai útvonalak kemény jégtakarójához állítottak be. Az eredeti váltóval tehát Peter ma délelőtt még gyorsabb lehet. És gyorsabb is. Ismét a ralisok mennyországában érzi magát. Szédületes iramot diktál, és a két gyorsaságin visszakapaszkodik a pontszerző helyek közelébe. Ám a gyorsasági szakaszok közötti etapon valóra válik David rémálma. Peter megint azt jelenti, hogy a váltó hidraulikájában csökken a nyomás. Van még valami nyomás? Tud még váltani? Ugyanaz a hiba, mint tegnap. A váltó tehát tényleg rossz. David kockáztatott, jobb időeredményt akart látni, de a taktika nem vált be. Végig négyesben tudott teljesíteni a szakaszt? Váltson négyesbe, a gyorsaságihoz közeledve tegye vissza hármasba, és ha elindult, akkor tegye négyesbe, és szerintem hagyja is ott. Petert utasítják, hogy teljesítse a következő gyorsaságit is, de végig négyesben autózzon, nehogy a váltó végleg tönkre menjen. Peter megkezdi a szakaszt, David és a csapat pedig feszülten figyel. A rajt után 4 másodpercet veszített, de most már alig lassabb, sőt, kezd gyorsabb lenni, mint a többiek. Peter teljesíti a szakaszt, de újabb 55 másodpercet veszít. De nem ő az egyetlen, aki küszködik a futamon. A svéd rali egyre több áldozatot szed. A számtalan kicsúszásnak köszönhetően Peter előbbre kerül, és már a 14. helyen áll. Úgy tűnik, sikerült leküzdeni a nehézségeket, de a vezetők nem tűnnek boldognak. A csapat igazgatója Richard Taylor, ő David LaForce főnöke, és a futamokon rendszerint csak megfigyelőként van jelen. Most viszont úgy érzi, közbe kell avatkoznia. Mindkét szempontot figyelembe kell venni. Mexikóba csak úgy mehetünk, ha megbízható a kocsi. Richard az új modell megbízhatóságára helyezi a hangsúlyt. 14 futam van hátra, és az első számú pilótának bíznia kell a kocsiban és a mögötte dolgozó csapatban. Persze ezt nem olyan egyszerű elérni. Peter a 12. gyorsaságin is túl van, de a svéd rémálom még számára sem ért véget. A nap utolsó gyorsaságián több ezer rajongója drukkol neki. Peter a közönség szeme láttára egy hóbuckában köt ki. Ráadásul a buckában egy betonoszlop is volt, így éppen, hogy sikerült teljesíteni a szakaszt. Peter
Peter számára ez óriási szégyen, a csapat számára pedig nagy munka. A szerelők már 13 órája dolgoznak, de most újabb feladatot kapnak. Peter autóján ki kell cserélni az elülső részt, a kormányművet és a félfutóművet. Chris csapata váltót, kuplungot és differenciálművet is cserél. Mindezt persze a nagy szervizen felül. Lapwars talán még sosem élt át ennyire siralmas futamot, de az emberei bizalmát nem vesztette el. Egy emberként állunk mögötte, nem kérdőjelezzük meg a döntéseit. Lehet, hogy még a rali nagy optimistájának is el kell ismernie a vereséget. Ezen a hétvégén semmi sem jön össze. Esni kezd a hó. Svédország holnap egy újabb kellemetlen meglepetést tartogat a Subarunak. 9 órával később folytatódik a munka. Éjszaka sok hó esett, ezért a 3 délelőtti szakasz egészen más lesz, mint a tegnapiak, aminek leginkább a Subaru fogja meginni a levét. Az autóban mennyi a hőmérséklet? Az első 15 autó most fordított sorrendben indul. Peter és Chris másodikként, illetve harmadikként rajtolhat. Ők fogják elkotorni a friss havat a később indulók útjából. 5, 4, 3, 2, 1. Gyerünk! Peternek kisebb csodára van szüksége ahhoz, hogy pontot szerezzen. A kocsira annyi hó kerül, hogy az utat is alig látja. Annyi hó volt a szélvédőn, hogy a rajt után szinte semmit se láttam. A következő szakasz már nem ennyire havas. Peter harmadikként végez, és kezd az élboly közelébe kerülni. Azon a részen mi voltunk a leggyorsabbak. Mindketten jól mentek. A jeges részeken időt nyertünk, a hóban viszont időt vesztettünk. Amúgy szoros a verseny. Néhol gyorsabbak vagyunk Sebastiannál és Markusnál, aminek külön örülök. A 16. gyorsaságén Peter túl nagyot fékez az egyik kanyarban, mire a motor lefullad. Sikerül azonnal újraindítani. A csapatnak már kezd elege lenni a svéd teremből. A hátulja is tiszta hó. Erről nem látni havat, de hátul van dögivel. Pont ott, ahol nem kéne. A kocsi orra kezd deformálódni, de a legnagyobb gondot az autóra lerakódó hó és jég jelenti. Egyrészt nehezíti a kilátást a kocsiból, másrészt a nagy súly megváltoztatja a menet tulajdonságokat. Megpróbálják lemérni a havat. Tegnap nem jelentett hátrányt, ha valaki az első között indult el. Az éjszakai havazás után viszont ez már komoly gond. Tegnap este több mint 20 kiló havat találtunk Chris kocsiján. Ilyen súlytöblettel a kocsi másképpen viselkedik az úton. David tehát egy újabb problémával szembesül. Mostanáig vigaszt jelentett a műszaki hibákra az, hogy ha a kocsi működött, akkor nagyon gyors is volt. Ha most le is lassul, azt Peter már nem fogja tudni megemészteni. 3 gyorsaságival a vége előtt Peter a 13. helyen áll. Most már csak egy gyors autóra van szüksége a hajrára. Lehet, hogy a gyors autó csak egy hiú ábránd. Valamiért nehéz vezetni a kocsit. Az elején érezted ezt, vagy a gyorsasági közben? Úgy érzem, hogy egyre lassabbak vagyunk. Egyre lassabbak vagyunk, ki tudja miért. Egyre több kérdés merül fel, amire David nem tud választ adni. Ezt hívják személyiségfejlesztésnek, ugye? Minden műszaki hiba váratlanul ért minket, és van néhány rejtély, amit még mindig nem sikerült megfejteni. A szenvedés még nem ért véget. John McClane most nem tudja beindítani a kocsit. Az önindító hátulján levált egy vezeték. Johnnak épp hogy sikerül útnak indítani Peteréket.
Peter mindent belead, de az első helyen lévő Grönholmmal nem tudja tartani a lépést. A gyorsaságén 6. helyen végez, és összetettben a 13. A svéd rali utolsó előtti gyorsasági szakasza kezdődik. A rajtvonalnál állunk. Nem működik az önindító. Lefulladt? Lefulladt? Ugyanúgy, mint az első napon. Kinyithatjuk a motorháztetőt? Ez halott. Semmit se csinál a gombnyomásra. Indítsátok újra a számítógépet, aztán nézzétek meg a motortérben az önindító hátulján lévő vezetéket. Nem lehet. A rajtvonalnál állunk. Jól van, akkor indítsátok újra a számítógépet. Most próbáld meg. Semmi. Tuti, a vezetékkel van baj. Ha semmi se történik a gombnyomásra, akkor a vezetékkel van baj. Mit csináljanak? Tolják be. Hát ez óriási. Letolták az emelvényről? Még nem. Tolják le. Nincs más megoldás, ugye? Most toljuk. Pedig már azt hittük, ennél rosszabb nem lehet. Elindultak. 8 percet veszített. A kocsit letolták az út szélére, és visszatették a leesett vezetéket. Peter végre elindult, de még nem tudja, hogy a rajtvonalnál történtek milyen következménnyel járnak. Van egy olyan szabály, hogy ha a startjelzés után 20 másodperccel a kocsi még mindig nem indul el, akkor kizárják a futamból. Hogy is mondjam, ez túlságosan szigorú büntetés. A rali vezetősége már vizsgálja az esetet. Közben Peter folytatja a gyorsaságit. Ha már idáig eljutott, mindenképpen célba akar érni, de az erőfeszítése hiába való. Kizárták az egész futamból. Egy ilyen pokoli hétvége után ez csak habatortán. Nyilván még sose volt ennyire balszerencsés futama. Hihetetlen. Hihetetlen. A svéd rallit Grönholm nyeri a Forddal. Születésnapján tehát az idény második győzelmét ünnepelheti. A világbajnok lőbb ezúttal a második. A Subaru második számú pilótája Chris Atkinson a 11. helyen végez. A Subaru azért jött Svédországba, hogy a Monte Carlo-i kudarc után talpra álljon. Petertől a legtöbben győzelmet vártak ezen a rallin. Ehelyett David és csapata a rali poklok poklát élte át a hétvégén. Az irodában dolgozóknak összesen 150 év tapasztalatuk van a motorsportban. De ehhez hasonló futamban még egyikük sem vett részt. Pocsék egy futam volt. Ez a néhány nap hatalmas pofon számomra. Én vagyok felelős az autóért, és az autó most cserben hagyta az egész csapatot. Ilyen nem történhet meg még egyszer. Nem történhet meg. David kénytelen szembenézni a tényekkel. Az idei autóval valami nem stimmel. David pontosan tudja, hogy a Subaru vezetése nem fogja tétlenül nézni a kudarcokat. Ezúttal nem lesz elég egy gyors alkatrészcsere. A helyzet kezd tűrhetetlenné válni. Lesz nagy értekezlet, egy komoly egyeztetés, és készítünk egy tervet a kezelésre. Még 14 verseny van hátra. A kocsik aszfalton, murván, hidegben és melegben, alacsonyan és magasan fognak száguldozni. A szezon még menthető,
A főhadiszálláson a Subaru rendezni fogja a sorait, és lesz, aki elveszíti az állását.